A terveknek megfelelően halad a Zöldfaúti óvoda korszerűsítése. A pályázat a terület és településfejlesztési operatív program TOP 1.4.1 kötőjel 15, a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra. A Karcagvárosi Önkormányzat a 104/2016 4. hó 28-i KTS határozatával döntött arról, hogy 200 millió forint visszanemtéri támogatás elnyerése érdekében támogatási arány 100% benyújtja a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra. A pályázó Karcagváros önkormányzata. A projekt címe a Zöldfaúti óvoda korszerűsítése. A projekt kezdete 2017. szeptember 1-e. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. augusztus 31-e. Az igényelt támogatás 200 millió forint, a támogatás mértéke 100%-os. A Karcag Zöldfaút 32 szám alatti óvoda épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást kell végezni, a hatályos és vonatkozó épületenergetikai rendelet előírásait figyelembe véve. A tervezés fontos része az épület aszbesztmentesítése, valamint projekt arányos akadálymentesítése. Ennek megfelelően szükségessé válik egyes helyiségek funkció kapcsolatának újbóli meghatározása. Mindemellett fontos cél a homlokzatok megjelenésének építészetileg történő felfrissítése. Építészeti, felújítási, korszerűsítési munkák részletezése. Az épület hőtechnikai adottság javítása és az egész épület hővesztességének csökkentése érdekében a határoló falak és lábazat, a lapos tető utólagos hőszigetelése, valamennyi határoló falban lévő faszerkezetű nyilázáró cseréje, lapos tető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, azbeszt cement tartalmú hullámpala tető fedés cseréje, a lapos és magas tetős épületrész valamennyi bádogos munkájának cseréje, a belső nyilázárók közül csak a nagy forgalmú helyiségek ajtaja kerülnek cseréje, a többi felújításra kerül. Belső padló és faburkolatok cseréje, szükséges helyeken az akadálymentesítési szabályokat betartva. Beltéri falazat és mennyezet általános felújítása, akadálymentes WC megvalósítása, akadálymentes parkoló kialakítása, illetve a parkolótól az épület főbejáratáig vezető megközelítés útvonalának az akadálymentesítése, épület körüli járda cseréje, új utcafronti kerítés kialakítása, meglévő alapozás felhasználásával. További nem építészeti jellegű felújítási, korszerűsítési munkák. Az elektromos belső hálózat és szerelvények felújítása, személyi kapubejárótól a főbejáratig a térvilágítás kialakítása, kazáncsere fűtés korszerűsítés, udvari gázvezeték korszerűsítése, vízhálózat korszerűsítése, szennyvízhálózat átalakítása épületen belül, helyiségek direkt, indirekt szellőzésének megoldása, ivókút, kerti csap, locsoló csap kialakítása a belső udvarban, egyéb föld alatti udvari közművezetékek felújítása azonban nem történik, napkollektorok beépítése. Az épület bruttó beépített területe 642,71 négyzetméter. A projekt keretében cserélve lesznek a csoportszobák bútorzatai. A gyermekek számára óvodai székek és asztalok beszerzését azok jelenlegi állapota indokoltá teszi. Az óvodai melegítő konyha bútorzatának, berendezéseinek fejlesztése, cseréje történik meg a mindennapi étkezés gördülékenysége érdekében. Az udvari játékok fejlesztésre kerülnek, a nagy udvar lehetőséget teremt a mozgáskultúra fejlesztésének gazdagítására. Az udvari játékok alatt jelenleg fővény található, amely valamennyi régi és új játék alatt a modern kor igényeit kielégítő gumialapra cserélve lesz. Az udvari babaházak állapota rossz, helyette új kerül kialakításra a szerepjátékok megvalósulásához. Az infokommunikációs eszközök elavultak, ezért új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a nevelőtestület fejlesztő munkáját támogatják. Képességfejlesztő játék és IKT eszközök beszerzésére kerül sor, amely hozzájárul a gyerekek sajátos igényű képességfejlesztéséhez, valamint a digitális kompetenciák fejlesztéséhez. A projekt kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a munka jó ütemben halad.